Teljesen megtelt Mária Pócson az Emánuel Zarándok Központ nagy terme. Nem véletlen, a vármegye dohánytermesztői ugyanis arra voltak kíváncsiak, hogy a legnagyobb dohányfelvásárló vállalat milyen megoldási lehetőségeket kínál a történelmi mélypontot hozó 2022-es évet követően. A tavalyi aszály ugyanis ebben az ágazatban is hatalmas terméskiesést okozott, a termelők dolgát pedig a megnövekedett energiaárak is megnehezítették. A dohányipar 130 éves történetében, mióta az OLT és a jogelődje fennáll, ilyen rossz évünk még nem volt. A termésünk közel 30%-át elvitte az aszály. De jelen pillanatban próbálunk optimistán hozzáállni a kérdéshez, és 2023-ban folytatni a termeltetési tevékenységet. A nyíregyházi székhelyű OLT Magyarország Kft. Nagyságrendileg 400 szerződött partnerrel rendelkezik, ez a szám azonban évről évre csökken. Mint ahogyan a termőterület nagysága is, és bár Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében található a dohányföldek 85%-a, egyre inkább az látszik, hogy ebben a régióban is több generációs dohánytermesztő családok fejezik be a tevékenységet. Azt látni kell, hogy a dohánytermelői társadalom az öregszik. A fiatalok nem a mezőgazdaságban és nem a dohánytermesztésben látják a jövőjüket, ezt mi is érzékeljük, nagyon nehéz őket bevonni a gazdálkodásba. Próbálunk rá kísérleteket tenni, próbáljuk vonzóvá tenni az ágazatot, de nagyon nehéz. Ezt a csökkenő létszámot és területet szeretnék megfékezni az idei változtatásokkal. Az OLT éppen ezért a tavainál jelentősen többet fizet a Virginia és a Burley dohányért a termelőknek. Emellett pedig gáz és villamos energia árkompenzációval is segítik a gazdálkodókat. Nagyon nehéz gazdasági környezetben kell gazdálkodnunk 2023-ban, de ez minden mezőgazdasági ágazatra jellemző. A Virginia esetében egy 20%-os alapáremelést fogunk végrehajtani, nyitni fogjuk azt a sávot, amin a felvásárlás követően minőségi és mennyiségi felárat fizetünk a termelőknek, és 2022-ben bevezettük a gázkompenzációs felárat, az idén be fogjuk vezetni az elektromos áram díjának is a kompenzációs felárát. Ezt azért tesszük, hogy a dohánytermesztés fent maradhasson és fenntarthatóvá váljon. A bőli termesztésben egy drasztikusabb áremelést fogunk csinálni, ott 35%-os alapáremelés lesz, és a bőli termelők esetében is biztosítjuk ugyanazt a felárkondíciót, amit a virginiásoknál. A szakmai fórumon elhangzott, a magas működési költségek miatt az utóbbi év volt az első, hogy minden Magyarországon megtermelt dohánylevelet Olaszországban dolgoztak fel. A piac ugyanakkor stabil lábakon áll, mert a magyar dohányra továbbra is szükség van a világ több tucat országának.